a régi sportlap mit mesél? Volt egy csapat, úgy száguldott, mint a szél. FTC-re hallgatott, 100 győzelmet aratott, futballpályák pázsitos gyepén. Most öreg fiúk vagyunk, hajunk ezüst fehér. Öreg fiúk, FTC hajrá, a sírig kergetjük a labdát. Zöld-fehér, de szívünk jön, megfakult a szív, de a dressz alatt még ver a fradi szív. S hogy szégyen most ne írja zászlón, öreg csatár lőtt szét a háló. Nekünk a pálya ma sem bársony szép, öreg fiúk előre FPC. Meccseinken Drucker orkán buzdított, hajráztak a szép leányok, asszonyok. Győztünk, hogyha hó esett, hogyha napfény égetett, de egyszer csak minden véget ér. Most öreg fiúk vagyunk, hajunk ezüst fehér. Öreg fiúk, FTC hajrá, a sírig kergetjük a labdát. Zöld-fehér dresszünkön megfakult a szín, de a dressz alatt még ver a fradi szín. Hogy szégyen most ne írja zászlón. Gól kell a bajnoksághoz, hajrá Fradi! Szív kell a szurkoláshoz, hajrá Fradi! Zúg, mint az orkán hajdan, árá, hajrá! Fattog a nagy gyöngyakarba, most tedd rá! Ez az ünneplés nem egy bajnokság megnyerése után történt, hanem egy külföldi túrán, Ausztráliában. A klub 75 éves jubileuma idejére esett az egyik legszebb FTC túra is, a fradisták az 5. földrészre látogattak, és ott sikerrel szerepeltek. Legyőzték többek között az ausztrál válogatottat. Ez a kis amatőr film Melbourne-ben rögzítette a szeretetteljes fogadtatást. Bizonyára sok ismerős és kedves arcot fedeznek fel az egykori felvételeken. És szívesen hallgatják az egykori slágert, amely ma is érvényes. Most is gól kell a bajnoksághoz. Zöld, ami teszünk jó, ami együnk, ezt sose veszkült el. Csak az nyer, aki mer. Támad az ellenben, a szüretben festül az ifjú vér. Előre hál a Ferenc városért. Hajrá Fradi! Szív kell a szurkoláshoz, hajrá Fradi! Tolszázat rúghatunk, de kapni nem szabad, Fradi, hajrá, ne hagyd át magad! Hol kell a bajnoksághoz, hajrá Fradi! Szív kell a szurkoláshoz, hajrá Fradi! Tolszázat rúghatunk, de kapni nem szabad, Fradi, hajrá, ne hagyd át magad! Hajrá Fradi, hajrá Fradi, hajrá fiúk, mert fő a győzelem. 100 kis leány, egy góra vár, 100 csókot át majd a győztes meccs után. Hajrá Fradi, hajrá Fradi, nincs hüggedés, csak tovább. Sövít a labda, hálóban balra, hajrá, hajrá, FTC! Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'll turn it inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Dunai visszafordul, aztán újból Tóth Kálmánt keresi. Nagyon jó labda ismét. Tóth Kálmántól remek keresztlabdákat láttunk a mérkőzésen. Branikovic, és gól! Ki a gólszerző? Ha jól láttam, így van. Nézzék csak, Branikovic kapott remek mintaszerű labdát Tóth Kálmántól. Középre adja, Vinhold alá szaladt a labdának. Hibázott a kapus, kül letérdelt, és mint egy kegyelemdöfést megadva,
befejeli az üres kapuba a labdát. Ez igen, ez tetszik Rotelmernek. Azt hiszem Lakat doktornak is, Kovácsnak is, és nekünk is természetesen. Nagyon Kyű góljával 3-1-re vezetünk 15 perccel a befejezés előtt, és most már nem akarom elkiabálni, de alig, ha nem mi nyerjük ezt a mérkőzést. Vorm, Pancsics lépett jól közben. Persze arról szó sincs, hogy az ellenfél 3-1-es vezetés ellenére feladnán, ha nézzük az ismétlést. Wienhold nagyot hibázott ennél a gólnál, Kyű pedig nagyon jól helyezkedett. Szűcs, Juhász, Tóth ismét, Báltesz ért a beívelésbe. Újabb szöglet, amelyet csak úgy, mint az előbb, Tóth végez majd el. Gól. Kű a második gólját fejelte. Valahogy éreztem, ahogy kanyarodott befelé a labda, hogy ebből gól lesz. 3 perccel a befejezés előtt Kű újabb fejes gólját nézzük most az ismétlésben. Wienhold úgy tűnik teljesen megzavarodott az előbbi pocsagól után. Ezt a beívelt labdát sem éri el. Kifelé indul, megtorpan, Kű ragyogóan érkezik és lefejeli a rövid sarokba a labdát. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Your commentator, Alan Parry. And let's begin on this historic night then for British football with the lineups. For Liverpool, in goal, Ray Clements, his 5th Wembley Cup final as a Liverpool player. The back four, number 2, Phil Neal. Number 4, Phil Thompson, who through injury missed the European Cup final in Rome a year ago. Now quickly through the Bruges side, Berger Jensen in goal. The back four, Bastien's their captain. Krieger and Lakens, the centre-backs, and Gino Mas is at left-back. In midfield, Julian Kohls, René van der Eyken, and Danny de Kuba. And in attack, Raul Simoen, Lejos Koo, and this, the man who's brought in to replace Lambert for only his 3rd game, would you believe, in the Bruges side. And the Danish international, Jan Sørensen, at outside left. And the Thomas, McDermott. Bastien's. A lovely little ball played this time for the Hungarian coup. Simoen is in there, Bastien's is right in there. A corner for Liverpool. About a minute and a half to go to half-time. Corner hit in a bit lower this time, it's Koo who got it away. Dalglish, and another corner. The Blues are coming out first. You know, he's missed so many things, and he's been, when I say missed so many things, he's missed the FA Cup here, he missed the European Cup final in Rome last year, he missed the League Cup final here. So, David Fairclough, I think he's rather tired of being called a super sub, and I just wonder, really, whether it's almost a question of him trying a little too hard on the big occasion. Oh, that's possible. Van der Eyken, long ball now for Sørensen. This could be very dangerous now, if Sorensen's got the beating of Hughes, which he has. Player with all the tricks, but has he delayed it now a little too long? I think he has, and Clements is out there, but I think it's a corner off Koo. The first real sight we've had of Jan Sørensen, the Dane, used to work for British Leyland, incidentally, in their finance department until about 8 months ago when he signed professional for Bruges. He had Hughes and Liverpool a little worried there. So the corner coming up now for Bruges to be taken by Koo, the Hungarian. Played wide towards Sørensen and de Kuba. Sørensen missing his kick. And Joe Fagan will be just as delighted, and Ronnie Moran will be just as delighted. Because remember, Liverpool are not a club. Liverpool are an institution.
and this is one of their great nights, because Emlyn. Beszél tovább, helyettem, mondja el. A csend beszél tovább.